1997 óta november 12-e a szociális munkanapja. Minden évben jó alkalom ez arra, hogy a figyelem azokra irányuljon, akik rászoruló embertársaik segítését választották hivatásként. A szociális ágazat dolgozói áldozatos munkájukkal elkísérik az embereket a bölcsőtől a sírig, gondoskodnak az elesettekről, a gyermekekről, az idősekről, segítik a szegényeket, a fogyatékkal élőket és a hajléktalanokat. A szociális ágazatban tehát azok dolgoznak, akik másokat gondoznak, másokról gondoskodnak. Tudjuk, nehéz ez a hivatás, amely nem csak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván, de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is. A mai pandémiával terhelt helyzetben is áldozatosan végzik munkájukat, saját egészségüket is kockáztatva nap mint nap. Számukra nincs hétvége, nincs ünnepnap, mert az ellátást zavartalan kell biztosítani. Elhivatottságukat mutatja, sokszor saját egyéni gondjaikat is félretéve, mindig mosolyogva, szeretettel fordulnak gondozottjaik felé, miközben önmagukból is adnak egy darabot. A szívükből, a lelkükből. A világnapon különösen, de kijelenthetem, hogy nap mint nap köszönetet mondhatunk, és elismerésünket fejezhetjük ki azok előtt, akik vállalják, hogy másokért, mások emberi méltóságáért dolgoznak, akik az intézményekben, hivatalokon, utcákban, tereken, melegedőkben, idősek, betegek otthonaiban folyamatos szolgálatot teljesítenek. Harcagváros önkormányzata nevében sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánok mindannyiuknak.